Az izlandiak novemberben ismét az urnákhoz járulhatnak, miután Bjarni Benediktsson miniszterelnök bejelentette a kormánykoalíció felbomlását és előrehozott választások kiírását sürgette. A parlamenti választások eredetileg 2025. szeptemberében lettek volna esedékesek. Benediktsson a koalíciót alkotó három politikai párt közötti belső harcokra hivatkozva indokolta a szakadást. Vannak nézeteltérések a menedékkérőkkel kapcsolatos politikával kapcsolatban, ezek ismertek a nyilvánosság előtt. A kormányban már jó ideje nincs egyetértés az energiahatékonysággal kapcsolatos jövőképet illetően sem. A környezetvédelmi és energiaügyi miniszter indítványai egy ideje rendre elakadtak a kormányon belül, mondta. Hozzátette, az előrehozott választások november 30-án lehetnek, amennyiben az államfő elfogadja a parlament feloszlatásáról szóló indítványt. A zöld párt infrastruktúrális minisztert meglepte a kormányfő bejelentése. Azt hittem, hogy közös megegyezésünk szerint a legfontosabb kérdés a gazdaság, a lakhatás és az olyan kérdések, amelyekkel a hétköznapi emberek szembesülnek, mint például a megélhetés. De már látjuk, hogy más kérdések sokkal fontosabbak a miniszterelnök számára, mondta. Benediktsson, a konzervatív függetlenségi párt vezetője, áprilisban vette át a miniszterelnökséget, miután elődje lemondott, hogy jelöltként indulhasson a júniusi elnökválasztáson.